Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Új koncepciók mentén tervezi a város jövőjét Tolna város önkormányzata, mely nevesíti a megvalósítandó célokat, melyekhez a megírandó pályázatokat lehet majd kapcsolni a következő ciklusban, mondta Appelshofer Ágnes polgármester. A legfontosabb cél, hogy Tolna megmaradjon annak a városnak, melyben jó élni, és ahova a fiatalok is szívesen költöznek majd vissza iskoláik elvégzését követően. Az elkövetkezendő hetek legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy a képviselőtestület megalkossa azokat a koncepcióterveket, melyek meghatározzák a fejlesztési célokat. Erre építve lehet majd a megjelenő pályázatokon indulni, mondta Appelshofer Ágnes polgármester. A következő etapnak a feladata az, hogy megtervezzük azt, hogy mit szeretnénk. Mit szeretnénk, milyen vízióink vannak a város jövőjével, a város jövőképével kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy azok a lehetőségek, amik hamarosan megnyílnak a számunkra, itt most akár operatív programokról beszélek, akár kormányzati programokról, akár saját forrásból megvalósítandó beruházásokról. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy lássuk azt, hogy mit szeretnénk elérni, és ahhoz keressük meg aztán az eszközöket. Gyakorlatilag minden olyan pályázatunk benne volt a korábbi célkitűzésekben, amelyeket sikerült megvalósítanunk. Egy apró változást kellett, mert lehet egyébként ezeken a stratégiákon, ezeken a célkitűzéseken változtatni, mert hogy ezek 7-10 évre készülnek, tehát ez van, hogy az élet úgy hozza, hogy ezek változtatása szükségszerű. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy ezt a fenntartható városfejlesztési stratégiát kell megalkotnunk, de teljesen mindegy, hogy milyen stratégiát alkotunk, a víziót, a jövőképet nekünk kell meghatározni. Ezek a stratégiák nem arra szolgálnak, hogy konkrét lépéseket fogalmazzon meg az önkormányzat, hanem arra, hogy a célt megjelölje, amihez majd a konkrétumokat lehet csatolni. Például, hogy talán egy kicsit leegyszerűsítsem, ebben a stratégiában nem az fog megfogalmazni, hogy például ivóvízkutakat fúrunk a városban, hanem vélhetően mondjuk az fog megfogalmazódni, hogy az egészséges ivóvíz ellátás a város lakosai számára továbbra is biztosítva legyen. Ez egy cél, amit nyilván majd új futak fúrásával és a közművezetékek felújításával lehet biztosítani. Az lesz majd az eszköz. Vagy például a kerékpáros forgalom további fellendítése, vagy a például környezetbarát közlekedés, vagy a környezetvédelem szempontjából is fontos beruházás egy kerékpárút, hiszen azok, akik kerékpárra járnak, nem autóval járnak, nem szennyezik a forgalmat. Tehát akár még egy ilyenbe is beleférhet egy kerékpárút építés. Azt a célt is valamilyen módon kerékpárút építéssel meg tudjuk valósítani. Vagy az, hogy az ifjúság helyben tartása. Ez is egy cél, ami egy nagyon fontos cél, én azt gondolom, egy kisváros szempontjából, hiszen látjuk, hogy akik elkerülnek egyetemre, azok sokan nem jönnek vissza, van, aki visszajön, de sokan nem jönnek vissza. Fontos az, hogy még amíg itthon vannak, addig lássák, hogy jó itt élni, szeressenek itt, kötődjenek Tolnához, az identitásuk itt tolnaiként, Tolna megyeiként erősödjön, és ne menjenek külföldre, ne menjenek nagyvárosba, például Budapestre. Ezt a célt, ezt el lehet érni például azzal, hogy továbbra is fontos cél a Tolnai Gimnáziumnak a működése, a segítése. Ezt a célt, ezt nem mi valósítjuk meg, de ettől függetlenül a város szempontjából egy nagyon fontos cél az, hogy maradjon itt egy jól működő középiskola, lehetőség szerint olyan közösségi tereket hozzunk létre az ifjúság számára, amiket ők tudnak használni, és én azt szeretném egyébként, hogyha olyan ifjúsági szervezetek vagy szervezet is tudna alakulni a városba, ahol a fiatalok megmondanák, hogy mit szeretnének. És ha már a fiatalokról van szó, mondta Tolna polgármestere, az egyik legfontosabb cél egy iskolaközpont építése a városban. Most első körben meghatározzuk ebben a fenntartható városfejlesztési stratégiában ezeket a célokat, és igyekszünk először összeállítani azokat a projekteket, amiket vélhetően a területi operatív programban tudunk pályázni.
És nyilván lesznek olyan pályázatok, amikre akár mi tudunk más forrásból pályázni, lesznek olyanok, amelyekre nem mi tudunk, hanem akár állami, akár egyházi beruházások, akár a gazdasági szférából lesznek beruházások, hiszen nem csak mi vagyunk szereplői, tehát nem csak a mi feladatunk ennek a megvalósítása, hanem minden itt élőnek a városban tulajdonképpen. És akár saját forrásból is, hiszen minden rémhír ellenére az önkormányzatok nem állnak rosszul, legalábbis Tolnaváros önkormányzata nem áll rosszul anyagilag. Ma évről évre arról döntünk, hogy saját forrásból mit tudunk megvalósítani. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy már ilyen 4-500 millió forint között van ez változó nyilván az iparűzési adóbevételünk. Tehát nagy biztonsággal tervezhetünk, hogy akár saját forrásból is, nem milliárdokat, de kisebb beruházásokat, vagy esetleg pályázati önerőket mellé tudunk tenni. A pénzügyi lehetőségek azt is megengedik, hogy a felsőoktatásban tanulók jelentősebb anyagi támogatásban részesüljenek a következő fél évben. Nekem az lesz a javaslatom a következő testületi ülésre például, hogy ebben a jelenlegi fél évben és a jövő fél évben is 2-2 millió forintot biztosítsunk felsőoktatásban tanuló hallgatók részére, szociális és tanulmányi eredménytől függő. Azt el kell majd dönteni, mondta a Perszófel Ágnes, hogy milyen várost akarunk. Én azt gondolom, hogy Tolnának Paks és Szekszárd mellett nem egy turisztikai vagy gazdasági központnak kell lennie, hanem a meglévő értékekkel kell jól gazdálkodni. Azt gondolom, hogy minden olyan fejlesztéssel a tolnaiságot, a tolnai identitást kell majd megerősíteni, amitől mi megtartó város leszünk, és jó lesz Tolnainak lenni. Egyre nagyobb gondot okoznak az ősszel megszokottnak számító felső légúti megbetegedések. Folyamatosan nő azoknak a száma, akik náthára, influenzára jellemző tünetekkel keresik fel a rendelőket. Dr. Barna Györgyi tolnai vezetőházi orvos azt mondja, az elmúlt időszakban naponta több mint 90 gyereket vizsgált meg. Ennek ellenére koronavírus gyanús eset még nem merült fel. Néhány napja egyébként már a házi orvosok is tesztelhetnek a rendelőkben ingyenesen, ha azt indokoltnak látják. Őszbe köszöntével tombolnak a felső légúti megbetegedések Tolnán. Az emberek általában egy hozzátartozótól vagy közösségekben fertőződhetnek meg, a betegség enyhe tünetekkel jelentkezik, náthával, köhögéssel, esetleg torokfájással és hőemelkedéssel jár, mondja dr. Barna Györgyi vezetőházi orvos. Ezt szerintem a felszálló ágban vagyunk ebbe is. A legjellemzőbbek a köhögéses panaszok, tehát ez a száraz, kínzó, erőltető köhögés. Ez a leginkább fő panasz, de hát van mindenféle egyéb vírusra jellemző tünetű gyerek is, de nagyon nagy a hiányzók létszáma. A mindennapi gyakorlatban azt nem mondanám, hogy olyan nagy számú, ami gyanús lenne nekem. Főleg kisgyerekekről beszélünk, de és általában náluk nem annyira tipikus ez az íz- és szagvesztés, mint a felnőtteknél, de nem mondhatom, hogy nagy számba lennének gyanúsak koronavírusra. Jó, azért a kezedet, légy szíves. Okay. Éppen influenza elleni oltást kap ez a kislány. A házi orvos szerint még nincsenek a vírusra utaló jelek, de az nem azt jelenti, hogy idén sem lesz. Tavaly, mikor kötelező volt a maszk használat és nem lehetett tömegrendezvényeket tartani, a szakemberek szerint nem söpörtek végig az országon az őszi vírusok okozta megszokott járványok. Dr. Barna Györgyi szerint most is indokolt lenne az orrot száját eltakaró maszk viselése. Nekem meggyőződésem, hogy most is elkerülhettük volna ennek nagy részét, ha maszkot viselünk. Pontosabban a gyerekek maszkot viselnek az iskolába, illetve a felnőttek az óvodában. Nekem ez korábban is javasoltam, hogy a maszkviselést ezt újra vezessük be, mert ezek a felső légúti betegségek egyértelműen cseppfertőzéssel terjednek. Tehát oka van annak, hogy tavaly nem voltak, csak a COVID. Azt mondhatom, hogy inkább a szeptember vége óta, október eleje óta vannak ezek ilyen nagy számba. A tegnapi napon 96, tehát egy olyan 80-90-es forgalmat jelent egy rendelésem. Most rövid reklám következik, majd bemutatunk önöknek egy könyvet és szerzőjét, mely a tolnai komp és rév történetét dolgozza fel. A kiadvány Varga Mihály munkáját dicséri. Hamarosan jövünk, maradjanak velünk! Yeah.
Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 2022-23-as tanévre tervezett képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban. Emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben. Emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Az írásbeli felvételére való jelentkezés határideje december 3-a. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra: CNC gépkezelő, szelszámkarbantartó, gyártástechnológus, festő, anyagmozgató, raktáros, illetve betanított munkákra operátor, betanított lakatos. Amit kínálunk: pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költségtámogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrier@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74-540-313-20-241-77-17-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. Varga Mihály a Tolnai Réva középkortól a 20. századig című helytörténeti könyv bemutatója volt Tolnán az Országos Könyvtári Hetek keretein belül. A mű a dunai rév és komphajózás évszázados történetét öleli fel. Megtudhatjuk belőle, hogy mennyit keresett egy révész az 1800-as években, vagy mennyi vámot kellett fizetni egy szekér vagy egy ló után. Varga Mihály történelemtanárként dolgozik, a tanítás mellett a De Valami együttesben is zenél, és mivel mindig is érdekelte Tolna története, úgy gondolta, hogy megírja a Tolnai Rév című helytörténeti könyvet, ami a középkortól a 20. századig öleli fel a dunai komphajózás történetét. Mivel gyerekkorában sok időt töltött a nagyszüleinél a Dunaparton, így értelemszerű volt, hogy a könyvek témája is vizes téma lesz. Fontosnak tartja, hogy az emberek tudják és megismerjék azt a várost, ahol élnek. Ez a kompközlekedésről szól, ami ugye átkelő hajózás egyik partról a másikra, ami tulajdonképpen a városi jellegét meghatározta, hiszen mondhatjuk azt, hogy azért jöhetett létre ez a település, mert itt ugye kompközlekedés volt. Enélkül egy kisebb falu lett volna, ha ez itt nem valósul meg. A város fejlődésében ez nagyon sokat számított, tehát évszázadokon keresztül mondhatom azt, hogy évszázadokon keresztül ez volt a meghatározó város életében, de nem csak a kompközlekedés, hanem a Dunához köthető mesterségek, tehát a halászat, azon kívül a hajózás, ami ugye az áruszállítást jelenti, akár északra, akár délre, a hajómalmok működtetése, tehát hajóácsmesterség, tehát nagyon sokan éltek annak idején, mikor még itt élő Duna volt a vízből, és hát a városnak a jelleg
vármegyét is ez adta meg, és hát valószínűleg ez olyan fontos település is volt volna, hogy a vármegyét is róla nevezték el. Tolnán mindenkinek kötődése van a Dunához, így sokan őriznek a régmúlt időkből fennmaradt képeslapokat, iratokat, személyes tárgyakat, amiket a kötet készítője fel tudott használni ahhoz, hogy hiteles képet alkosson a kikötő és a rév történetéről. Élő szemtanúval nem tudtam beszélni, aki elmesélte volna, hogy milyen itt milyen volt a kompon állni, illetve hát milyen volt használni ezt a kompot, tehát élő szemtanúval sajnos már nem találkoztam. Viszont voltak olyan lokálpatrióták, meg vannak is itt olyan lokálpatrióták Tolnán, akik segítettek, tehát személyes tárgyaikat rendelkezésemre bocsájtották, ez alatt értek régi fényképet, például Steinbach Ferenctől kaptam olyan fényképet, amit a borítón is található, vagy Király József képeslap gyűjteményéből kaptam képeslapot, amit fel tudtam használni. Azután köszönettel tartozom a Tolna megyei levéltárnak, a kutatószolgálatnak, Asztalos Zoltánnak, Marosi Tibor Józsefnek. Annak idején azért nem csak 2018-ban írodott, már korábban is gyűjtöttem anyagokat, és Széles Józsefnek, az egykori Békealászati Szövetkezetnek az elnökének is köszönettel tartozom, mert tudott olyan csónakot mutatni, ami nagyon hasonlíthatott a révészek egykori csónakjához, amit szintén lefényképeztem. És hát nem utolsó sorban meg szeretném említeni a családomat, akik igen nagy türelemmel viseltetnek ezen hobbim iránt, mert ez időnként ugye azt jelenti, hogy én így kivonom magam a családi életből. Varga Mihály azt is elmondta, hogy a Tolnát és Bogyiszlót összekötő hídnak milyen szerepe volt anno, miért kellett megépíteni. Ez a híd 1938-ban épült meg, tulajdonképpen egy ilyen töltéshíd, ami felváltotta az utolsó kompot is, és hát ezt gyakorlatilag az akkori kereskedelmi minisztérium határozta el a Tolna vármegye Alispánnyával egyetértésben, hogy akkor megépül ez a híd, hiszen itt tulajdonképpen Bogyiszló község egy Dunai szigeten feküdt a folyószabályzásnak köszönhetően, sőt itt Tolna egyik, most úgy mondom, hogy települési része, Tolna sziget is a nevében viseli ezt az egykori földrajzi múltat, hogy a szigetre került, ugye egyik oldalról, ugye keletről az Újmederben az ásott Dunaág, tehát a mostani Nagy Dunaág határolta, innen nyugatról pedig a Holták. És hát ez nagyon megnehezítette a bogyiszlóiak számára a közlekedés, de a tolnaiak számára is, hogyha át akartak menni a szigetre, és hát nyilvánvaló, hogy ezzel a híddal mindenki jól járt, hiszen nem kellett már ugye fizetni az átkelésért, illetve biztonságossá vált az átkelés. Tehát ezzel mindenki jól járt. Ez a híd, mint azonban látjuk, azért egy kicsit a nevében híd, hiszen vízátfolyás csak ezen az átereszen, ez már csak 5 méteres átereszt, tehát tulajdonképpen egy töltést építettek a Holták közepére, és ezzel így felszabdalták a Holtágat, mondhatom úgy, hogy alsó Holtágra, meg felső Holtágra, meg a túloldalon is, ezzel párhuzamosan kialakult két Holtágrész. Tehát valamennyire inkább így fogalmazok, hogy töltéshíd készült el, akkor 1938-ban az akkori minisztérium és ugye Alispán idejében. A könyvben megtudhatjuk, hogy milyen vámdíjjal dolgoztak. Például egy juh átviteléért 1922-ben 15 koronát kellett fizetni, de ahhoz, hogy valaki a barátjához átruccanjon egy pálinkára, ugyancsak 15 koronát kellett lecsengetni. Egy révész fizetése egy évre 60 forint volt, de tartalmazza a kötet a vízi járművek fontosabb adatait is. A szerző ajánlja a művet mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni szűkebb környezetük helytörténetét, a Dunai Rév és Komkikötők évszázadokon át tartó működését. A könyv az Országos Könyvtári Hetek keretein belül a Tolnai Városvédő Egyesület támogatásával került bemutatásra. Goblen kiállítás nyílt a Magházban Tolnán. A tárlat különlegességét az adja, hogy ez a 83 éves Majcinger László első önálló bemutatója, amely november 15-ig tekinthető meg. Varrás, az emberi kéz alatt szaporodik az öltés, színesedik a minta, alakul a forma, készül az alkotás. A goblen is ilyen, minden korosztály szívesen tevékenykedik vele. Sokan azt mondják, élvezet, már magát a témát is megtalálni, és hozzá a megfelelő színeket. Továbbá végig kell gondolni a varrás sorrendjét, ami akár a munka közben is változhat. Bátran kell dönteni nem csak a színhasználatról, hanem az adott minta kialakításáról is. Mindebbe szeretett bele 5 évvel ezelőtt a 83 éves Manzinger László is, akinek nemrég nyílt kiállítása a Magházban. Thank you.
hajóztam, és akkor ott láttam, ezért a könyvből nézegettem ki ezt a goblent, és akkor már ott próbálgattam, még hajóztam, és akkor ráértem télen, és akkor megpróbáltam, hogy sikerül. Hajóztam 17-8 évig, huszárkormányos voltam, a Dunán végig hajóztam, és akkor azt meguntam, akkor bejöttem a sejemgyárba gépszerelőnek. És akkor itt a szövődében voltam, a szövőgépeket állítottam be. Az alkotás varázsa, a kreativitás izgalma az, ami megszállottá tudja tenni a goblenvarrókat. Egy nagyobb alkotás elkészítése több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet. 3-4 hét, ha igazán ráállok, ha nem, akkor meg hát tovább tart. Az idegrendszemet levezettem ezzel. Én nagyon szerettem ezt csinálni, és hát jobban szerettem, mint a szakmámat. A gépszerelő voltam, géplakatos volt a szakmám, de inkább ehhez húztam. Alapvetően kétféle goblen létezik, amelyeket a felhasznált, többnyire előfestett anyagok különböztetnek meg egymástól. Utóbbi azt jelenti, hogy a hímzőnek nincs más dolga, mint a megfelelő színnel a megfelelő helyre ölteni. A goblen egyik fajtája kislukú, merev kanavára vagy gyöngyvászonra készül, vékony pamut fonallal, ez a tűgoblen. Túl nagy technika nem kell hozzá, a varrás kell. De ha ugye elbillentek, akkor bizony vissza kell fejtegetni, úgyhogy normál oda kell figyelni, minden meg a színekre oda kellett figyelni nagyon. A másik hazánkban talán jobban ismert, vastag gyapjú fonallal, nagy lukú merev kanavára hímzett változat. Mancinger László azt mondja, nem csak képeket szokott készíteni. Van az X-varrás is, ha tetszett hallani, van X-varrás is. Azt is csináltam, a diszpárnát csináltam, abból X-varrása. Bármit megvarrok. Én szeretek csinálni. Ide az idegeimet a levezeti. Ez volt a kedvencem. És miért? Mert úgy kaptam Ausztriából. És az ausztriai kép más ízű térnek ő hozzája. Ittem küldött nekem sodorni, más összetetni, hogy meglegyen az a vastagság. Úgyhogy nagyon ez egy bonyolult izé volt nagyon. Az idős férfi elmondása szerint nem tervez újabb kiállítást, de a varrás iránti szenvedélyét továbbra sem adja fel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!